Ünnepélyes pompával fogadták a Sándor Palotában Türkmenisztán elnökét. Áder János a találkozó után azt mondta, bár a Magyarország és Türkmenisztán közötti kereskedelmi forgalom viszonylag szerény, a közép-ázsiai ország olyan gazdasági modernizációs programba kezdett, amely jó együttműködési lehetőségeket kínál a magyar vállalatoknak. Komoly készülődés előzte meg az illusztris vendég érkezését. Arra is figyeltek, hogy senki meg ne hallja, minden rendben van-e. Ott, ahova egykoron az ellenzéki aktivisták másztak az uniós zászlóért, most a közép-ázsiai diktatúra lobogója lengedezett. Lovas huszárok vezették fel Gurbangui Berdi Muhamedovot, akit a magyar államfő a vörös szőnyeg előtt már várt. Minden türkmének védelmezője a fogorvosból lett egészségügyi miniszter, majd a türkménbasi halála után egyeduralkodó, igazi reneszánsz ember, legalábbis a hozzáhű beszámolók szerint. Szereti a lovakat és a szőnyegeket, de az opera és a cirkuszi előadásokat is engedélyezte. Hazájában egyébként totális diktatúrát épített ki, a kiszivárgott WikiLeaks iratok szerint merev, tartózkodó, gyanakvó és pecsvágyó. A zászló előtti főhajtás és a díszszázad előtti menet után a vendég kezet fogott a fogadó küldöttséggel, Áder János pedig a népes delegációval. Mikor eltűntek a Sándor Palotában az elnöki hivatal macskája, akit az ott dolgozók Jánosnak hívnak, a keleti nyitás jegyében a bámészkodókkal ismerkedett. Négy kamerás táb és több fényképész kísérte Gurbangui Berdi Muhamedovot. A Freedom House jelentése szerint Türkmenisztán a második olyan diktatúra hátulról Észak-Korea után, ahol lábbal tiporják a sajtószabadságot. Valószínűleg tehát, hogy a piaci kapcsolatok bővítése lenne a cél. Egy olyan ország államfője áll most mellettem, türkmenisztáni, amelyik a világ negyedik legnagyobb földgáz tartalékával rendelkezik. Az államfő méltatta, hogy a partnerország az elmúlt évben 10%-os gazdasági növekedést ért el. Területének 70%-a ugyanakkor sivatag. Az elnök szerint ezért a megbeszélés keretét az adta, hogy Türkmenisztánban sok a gáz, de kevés a víz. Politikai szempontból a két ország álláspontja sok tekintetben egyezik. Ugyanis mind a ketten fontosnak tartják a stabilitást és a biztonságot, mondta a türkmén államfő. A türkmén gáz európai importja Magyarország számára is vonzó lehet. A szükséges műszaki fejlesztések során magyar cégek is aspirálnak. Az ázsiaiak az energetika mellett a mezőgazdaságban számítanak ránk. Magyarországon nincsen semmiféle keresőmarója a különböző diktatúrák oldalán. Legyen szó akár Kínáról, akár Türkmenisztánról, ez a helyzet. Erkölcsi kérdés az LMP szerint, hogy Magyarország ne legyen tettestás az elnyomásban, és ne álltson saját munkavállalóinak. A Magyarország a külpolitikai lépéseivel segíti a túlélésben akár a türkmén, akár a kínai diktátorokat, azzal erősít egy olyan versenyt, ami folyamatosan lejjebb és lejjebb fogja nyomni a béreket többek között itt Kelet-Európában is. Ez a helyzet. Tehát azt tudom mondani, hogy ilyen diktátorokkal boltolni egyfelől erkölcstelenség, másfelől pedig végsősorban a magyar munkavállalók elárulása. Kíváncsian várom, hogy Kim Jong-un-t mikor hívják meg a keleti nyitás keretében. A látogatás miatt a liberálisok is tiltakoznak. Természetesen minden országgal kereskedni kell, de ha választanunk kell, hogy vagy kereskedünk, vagy pedig a jogok, akkor az alapvető jogokat kell választanunk, ha ilyen konfliktus kialakul. A türkmén elnök a parlamentbe is ellátogatott, ahol fogadta őt Kövér László házelnök. 2009-ben egyébként a 64. ENSZ közgyűlés idején Clinton külügyminiszter is találkozott vele, 2010-ben pedig Nicolas Sarkozy francia államfő is fogadta őt hivatalában.